rendhagyó módon nem egy szívótorok tisztításról fogunk videót bemutatni, hanem egy gyakori problémáról, ami főként benzines motoroknál jelentkezik. Ez az autó, ez szívótorok tisztításon esett át, ez egy 3.2-es FSI Audi, és a szétszereléskor tapasztaltuk, hogy a gyújtó gyertyák nyakig állnak az olajba. Ez többnyire szelepfedél tömítés probléma szokott lenni, de ebben az esetben nem ez a probléma, hanem a vezérműtengely ház és a hengerfej közötti tömítésnek az előregedése. Mutatom is, hogy miről van szó. Tehát itt van 3 darab gumikarika, ami gyárilag össze volt kötve ezzel a híddal. Ez valamikor gumi volt, már most teljesen megöregedett. Na most maga a gumikarika is körülbelül ilyen állapotban van. Ez körülbelül 10 óra hosszás munka ezt kicserélni, és erre dolgoztunk ki egy költségkímélő megoldást, ami határozottan kevesebb költséggel jár, mint leszerelni a vezérműtengely házat, illetve kivenni a vezérműtengelyeket, szétbontani a vezérműláncot. Tehát a lényeg az, hogy ennek a javítási módszere az egyik, amit elmondtam, a teljes szétszerelés, ami igen költséges, és ebben az esetben nem is indokolt, mivel a vezérműlánc jó állapotban van. Tehát esztergáltattunk ehhez a henger sorhoz 3 darab persejt, amit tömítő pasztával beillesztünk a gyújtó gyertyának a járatába. Ez igazából a szétszerelést a továbbiakba vagy a későbbiekbe ez ugyanúgy biztosítja, nem gátolja a szétszerelést, viszont a beszivárgó olajat azt megszünteti a gyújtógyertyához. Ez azért is probléma, mert ha a gyújtógyertyánál olaj van, ez körülbelül ilyen 100 fokos hőmérsékletre melegszik fel, és ez kúszik, ez a kapilláris hatás, amiről most nem akarok beszélni. Tehát ez felkúszik az érintkező pólusig, a gyújtótrafó érintkezési pólusához, és itt kúszóáramok keletkezhetnek, gyújtáskimaradás, ez miatt motorrendellenesség. Szóval ezek a persejek úgy vannak méretezve, hogy lazán mennek be a gyújtó gyertya járatba, és épp át tudjuk rajta dugni a trafót. Ez körülbelül ilyen 0,8 mm-es falvastágságú persely, ez rozsdamentes, de alumíniumból is meg lehet csinálni. Tehát annyi a lényege az eljárásnak, hogy hígítós rongyal, ugye kitisztítjuk a már előre kiszivattyúzott olajat a járatból, amíg szárad, addig nem mutatom, hogy igazából belülről nem nagyon látszik, de körülbelül itt az ecset végénél van az illesztés, ugye mutatja is a nyíl, itt. Ezt kell nekünk eltömíteni ezzel a perselyjel, és akkor ez a persely itt a hengerfejnek a kiképzett vár részébe fog felülni, ott látszik. Tehát odáig lemegy. Közben megszáradt a gyertyanyílásnak a járata, így vékonyan, óvatosan megkenem azt a felületet, ahol igazából a persely fel fog feküdni. Tehát akkor megkenjük a persejt is.
Körülbelül az illesztés az 0,5 mm a gyertya járat, furat és a persely külső átmérője közt, tehát igazából ezzel biztosítjuk a tömítő anyagnak a bejutását. Oké. És akkor belerakjuk. És akkor ezt a procedúrát elvégezzük a jobboldali hengersornál az összes gyertya járatnál. Természetesen ez a művelet nem helyettesíti a gyári javítási előírást, de mindenféleképp költségkímélő. És így ez az olajfolyás orvosolható az elkövetkező esetleges vezérműlánc cseréig. Köszönöm szépen a figyelmet!